Öt fordulót követően egy kis szünethez jutott az NB1 mezőnye, mivel a válogatott Montenegró elleni felkészülési meccse és a Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezője miatt a hétvégén nem rendeznek fordulót az élvonalban. Ez az időszak alkalmas az esetleges sérülések kezelésére, valamint arra, hogy a versenyidőszakban megszokottól picit eltérő munkát végezzenek a játékosok. Így van Kisvárdán is, ahol az alapokhoz visszanyúlva a héten erőnléti és taktikai jellegű edzéseket vezényelt a csapatnak Mirusza László. A tréningek jó hangulatban teltek, ami érthető, mivel az öt meccsen szerzett 9 pont és a jelenlegi negyedik hely mindenképpen elismerésre méltó teljesítmény a csapattól. Elegedett vagyok, mert 5 forduló után a 9 pont is, meg egyszer mondom, 2 idegenben kaptuk ki, nem? Debrecenben is, pont a videóton ki, ott van az első bajnokság, nem? Nagyon jó csapat. Természetesen akartuk több pontot, amikor már 9-szer ez, akkor többet akarsz. De szerintem normális, mert 2-szer itton megvettük a Újpest is, a Paks is egyszer idegenben, hát szerintem a itthoni meccs inkább nyerni kellett, és próbálni idegenben mindig több pontot megszerezni. 3 hiányzója volt a héten a csapatnak. Hugo Seco Portugáliába utazott orvosi kezelésre, 2 viszont a válogatottba kaptak meghívót. George Grozav a román felnőtt nemzeti együttessel, Kovács Réti Márk pedig a magyar 21-es válogatottal készül. Büszke vagyok, nem csak én, szerintem a klub is büszke, mert itt Kisvárdában, nem, mondjuk, van egy-két válogatott játékos. Grozav volt a spanyol, remélem játszani fog, és nem utoljára vagy utolsó, a Márk 18 éve, már ott van a 21 is. Most ha nézem utolsó meccs a videóton, hát párád, egy szenzáció futballoszott a gyerek, szerintem egyik legjobb ott a pályában. Megértette, drukolok neki, még sok munka van, de szerintem büszke kell a klub mindenkinek, mert ilyen játékosok van nálunk, mint ez a Márk Kovács Réti. A Kisvárda szombaton egymás elleni játékkal zárja a hetet, majd a jövő héten már a meccs időszakban megszokott ritmusban követik egymást az edzések. Mirusza László együttese legközelebb szeptember 4-én lép pályára, akkor a mezőkövetje érkezik a Várkerti stadionba.